Szekeres Ilona az ibolya. Egyszer nagyon régen, iszonyú forró nyár köszöntött a világra, egy csepp eső nem sok, de annyi sem hullott hetekig. A szárasságtól nagyon szenvedett a föld, szomjasan vágyakozott egy kis nedvesség után. A fa levelek megsárgultak, a fű kiégett, a gyümölcs mind összeaszalódott, az erdő állatai tikkattan vándoroltak forrástól patakig, az emberek pedig napkeltétől napszáltáig az eget vizsgálták, feltűnik-e már valahol egy fia felhő. Legjobban szenvedtek azonban az erdei, meg a mezei virágok. Elfonyadtak, mielőtt még kinyíltak volna, szomorúan lehajtották fejecskéjüket, és meghaltak. A szellő egy napon hírül hozta, hogy a kerti virágok cseppet sem szenvednek a szárasságtól, vígan élnek, virulnak, mert az emberek este reggel locsolják őket. Egy forró nyári estén a vadvirágok elhatározták, hogy követséget küldenek a kerti virágokhoz, hát ha befogadják őket is maguk közé. A követség tagjai a margaréta, pipacs, búzavirág, ibolya meg a többiek tüstént útnak indultak, és másnap kora hajnalban nagy illedelmesen benyitottak egy szép virágos kert rácsos kapuján. A kerti virágok kíváncsian nézték a vendégeket. Vajon mit akarhatnak? Szép jó reggelt, nemes rokonaink, köszöntek illendően a vadvirágok. Jó reggelt, szép napot, csilingelt a harangvirág. Mi áradban vagytok? kérdezte kegyesen a szegfű. A pipacs előlépett, gondosan kisimította kicsit gyűrött sejem szoknyáját, meghajolt a rózsa felé, és belekezdett a mondókájába. Szomjazunk, szenvedünk, pusztulunk mi vadvirágok, úgy vágyunk egy csepp nedvesség után, azt hallottuk rajtatok, segítenek az emberek. Ezért hát elhatároztuk, hogy. Pipacs virág itt megakadt, még jobban elpirult zavarában. Körülnézett. A kert virágai előkelően hallgattak, a vadvirágok küldöttsége pedig suttogva biztatta. Beszélj, Pipacs, beszélj! Pipacs virág tehát megköszörülte a torkát, és nagy bátran kimondta. Arra kérünk benneteket, fogadjátok be a vadvirágokat is magatok közé. No, lett erre nagy mozgolódás? A rózsa gőgösen elfordította szép fejét, a lilion bűvös illatot árasztott, hogy ne is érezze a vadvirág rokonság közönséges fűszagát, a kerti margaréta megtagadta az atyafiságot a mezei margarétával, a harangvirág meg égtelen csilingelésbe kezdett. – Menjetek haza, ti csak elcsúfítanátok a mi díszes társaságunkat! – vetette oda a májvácska. Hanem ez már nagyon csúnya sértés volt, a pipacs szinte lángolt, olyan vörös lett szégyenében és haragjában. Intett a többieknek, és köszönés nélkül kifelé indultak. Már majdnem a kapuban voltak, mikor utánuk szólt a rózsa. Hallod-e, Iboja, te itt maradhatsz, ha szép csendesen meghúzódol valahol. Téged megtűrünk, mert kellemes az illatod. A kis ibolyának elszorult a szíve, olyan régen szomjazott már egy kevés nedvesség után, s látta, hogy az emberek éppen készülődnek, hogy meglocsolják a kerti virágokat. – Ne hallgass rájuk, gyere velünk haza! – hívta a margaréta. Hanem az ibolya ebben a pillanatban egy icipici csepp vizet érzett a szírmain. – Tikkattan fordult vissza. Ó, csak egy-két csöppecskét hadigyak. Szóval itt maradsz? kérdezte a pipacs. Igen, nagyon szomjas vagyok. A vadvirágok elvonultak, Ibolyácska pedig ott maradt a kertben. Még aznap este olyan finom, langyos zápor hullott, hogy felüdült tőle az erdő mező. Az erdei mezei ibolyák pedig ezen a napon megszakították a rokonságot az álhatatlan kis kerti ibolyával. Az megszegény úgy szégyenkezett, hogy szégyenében elveszítette az illatát. Sok-sok idő telt el azóta. A kerti ibolya évről évre szebb, pompázatosabb, hanem illatot azt hiába koldul erdei mezei rokonaitól. Úgy megharagudtak rá, hogy egy csepp illat nem sok, de annyit sem küldenek neki.